Kicsi lány pedig még incselkedik is a csonttal. Szerintetek a ti kutyátok az megkapná ilyenkor a kisgyereket? Megpróbálná elvenni a csontot? És persze a megkapás az itt most nem egy szándékos harapás, hanem csak a játék hevében, akár egy figyelmetlenséggel sikerülne megharapni a ti gyereketeket? Nézzétek árnyékot! Megadott volt. Hanyat dobta magát, has felfelé. A kicsi lány az még a csonttal meg is ütögeti picit, de a nagy kutya pontosan tudja, hogy milyen határok között mozoghat, meddig mehet el, mi az, ami engedélyezett neki, és mi az, ami nem. És például a gyerek kezéből nem vehet ki ételt. Még akkor sem, hogyha az korábban az övé volt. És akkor sem, hogyha azt húzogatják előtte, mint akár egy mézes madzagot az orra előtt. Nézzétek, a kutya simán ki tudná venni Milena kezéből a csontot, de nem teszi. Nem azért, mert nincsen már rajta húsi, hanem azért, mert nem lehet. Mert attól, hogy pici baba van előtte, egy 2 éves kislány, attól ő még felsőbbrendű, mint a kutyus. Azaz, ő is ugyanolyan falka vezér, mint az anyukája, az apukája vagy a nagytestvére. Hogy szoktátok odaadni a kutyának az ételt, akár a vacsoráját? Úgy, hogy a kezetekben van akár a tányér, és közel rakjátok hozzá. Tessék, egyél! Éppen ezért az, amit a kicsi csinál most, hogy a csontot az orra elé húzogatja, ez pont azt jelenti, hogy tessék, itt van ez a tied. És mégis tudnia kell a kutyának azt, hogy nem veheti el, még el sem lophatja, csak akkor, hogyha a kicsi leteszi. Nem is gondoltál ennyi mindenre, ugye? Hogy mi mindenre kell figyelni, hogyha gyerek jön a családba. Azt gondoltad, hogyha már kutyát neveltél, akkor biztos összejön gyerekkel is. Nos, ne hidd, a kutya és a gyerek mind a kettő folyamatosan feszegeti a határokat, és újabbnál újabb kihívásokat ad a szülőnek, a gazdinak. Kicsi lány azért direkt játszani akar vele, ezt élvezi, hogy árnyék követi őt azért, mert a csont a kezében van. És hogyha véletlenül nem követi, akkor természetesen elkezdi hergelni. Újra megmutogatja neki. És játékra hívja. Ennyi pedig úgy látom, inkább a füvet választja. Úgy, mint palacsinta, ha már nem kapják meg a csontot.